Kedves nézőink, Önök az Egy hetedet, a Sopron Televízió heti rendszerességgel jelentkező közéleti magazinját látják. Műsorunkban az elmúlt egy hét legérdekesebb történéseit elevenítjük fel. Mai adásunkban többek között beszámolunk a Soproni Biliárd Múzeumról és az I Love You Musicalről is. Elkezdődött a madárfiókák tömeges fészekelhagyási szezonja. Ebben az időszakban sok településen lehet magányosnak tűnő, fiatal állatokkal találkozni. A talált madárfiókák többsége nem árva, ezért nem szabad őket összeszedni. A legalapvetőbb, hogy lehetőleg ne vigyük haza azt a fiókát. Természetesen vannak olyan esetek, amikor mentésre szorul ez a madár. Ezt a laikusok nem feltétlenül tudják eldönteni. Azt azért érdemes tudni, hogy sok madárfajnak a fiókája még azelőtt kiugrál a fészekből, mielőtt tökéletesen tudna repülni. Ugye ez leginkább a rigófélékre jellemzők. Ugye amivel városokban, városkörnyékén gyakran találkozhatunk, ilyenekkel a fekete rigófiókák, énekes rigó, illetőleg a rozsdafarkúak, amik a házak környékén fészkelnek, ők ilyenek. Sok esetben érdemes megtudni azt, hogy milyen fiókáról van szó, mielőtt hazavinnénk. Ugyanis sokszor előfordul, hogy hazaviszik a fiókát, és utána kérdezik meg a interneten, Facebookon, rengeteg ilyen madármentő és madárhatározós csoport van. A legtöbb válasz az azért mindig úgy szól, hogy vidd vissza oda, ahol találtad. Ezt meg lehetne előzni azzal, hogyha egy telefon mindenkinek ott lapul a zsebébe, csinál ott a helyszínen egy fényképet a fiókáról, gyorsan fölteszi valamilyen csoportba, perceken belül választ fog kapni, hogy milyen fióka. Ha valami rigó fiókáról van szó, akkor semmi esetre sem kell, vagy nem érdemes hazavinni, azt ott helybe kell hagyni. A szülők tovább betetik ezeket a madarakat egészen addig, ameddig nem tudnak rendesen repülni. Ugye ez a rigóféléknél egy védekezési mechanizmus, hogy kiugrálnak a fészekből, ugyanis amikor már nagyok a fiókák, ugye sokan vannak a fészekben, hangosak, ha azt egy ragadozó megtalálná, akkor az egész fészek alja elpusztul, így viszont még előtte szétugrálnak, és az adott fészek alja egyik fiókája a kert egyik sarkába lapul, a másik fiók egy másik sarokba, tehát így összességében nagyobb esélye van túlélni ezeknek a fiókáknak. Természetesen, ha valami forgalmas úton van ez a madár, vagy sűrű macska populáció van mondjuk ott azon a környéken, akkor lehet, hogy érdemes hazavinni és megpróbálni felnevelni, de ezt is ne saját magunk tegyük, hanem mindenképpen meg kell keresni valami madármentéssel foglalkozó civil szervezetet, akiknek erre, mivel ezek védett állatok, van engedélye, és velük fel kell venni a kapcsolatot. A madaraknak a szaglás az köztudottan gyengécske, tehát önök nem számít az, hogy most megfogtuk-e vagy sem. Ugye ez az őzgidáknál lényeges, hogy egy őzgidát megfogunk, akkor az többi az anyja nem fogja gondozni. Ugye azokat legjobb, ha meg se közelítjük. Tehát ha elárvultnak tűnő őzgidát látunk az erdőben, az nem elárvult, az csak ott várja az anyukáját, aki éppen elment mondjuk legelészni. Ugye ha sérült madarat találunk, tehát ha sérült a madár, akkor nyilván azt érdemes madármentőkkel felvenni a kapcsolatot. Viszont hogyha egészséges, ugrabugrál, de mondjuk repülni azért nem tud, mert a repülőtollai, az evezőtollai még nem fejlődtek ki teljes hosszúságukban. Ezt ugye onnét lehet látni, hogy a tollak töve még egy ilyen kis ezüst színű csövecskében van benne, akkor az valószínűleg egy olyan madár, ami csak kiugrott a fészekből, és a szülei megetetik. Hát, hogy ott néhány percet várunk, elbújunk, akkor ezt mondjuk láthatjuk is, hogy a szülők ott vannak a környéken, esetleg ha megközelítjük a fiókát, akkor riasztanak a rigófélék, tehát ilyen éles csettegéssel jelzik a fiókának is a veszélyt, hogy az valóvá bújjon el. Ha valami nyílt helyen van ez a madár, és a környéken bokrosok, parkok vannak, akkor esetleg betessékelhetjük valami védettebb helyre, hogy ragadozó, vagy valaki más meg ne találja, ne üsse el az autó, ilyesmi. Az évad utolsó bemutatójaként az I Love You című musical revűt tűzte műsorára a Soproni Petőfi Színház. A rendezői szándék az, hogy az előadás jelenetein keresztül minél többen elgondolkozzanak, vagy nevessenek saját párkapcsolati helyzeteiken. A darab május 20-án szombaton debütált a deszkákon. Tulajdonképpen a kapcsolatteremtésnek a különböző fázisait, akár mondhatjuk ezt is, picit megpróbál kronológikusan haladni a szerző,
Tehát, hogy először az első randik, a találkozások, ez bemutatja több formában is, tehát elindulunk onnan, hogy mi van akkor, ami megint egy tipikus mai probléma, hogy nincs időnk. Tehát nagyon szimpatikusak vagyunk egymásnak, csak mindenkinek tele van a naptárja. Aztán van olyan, hogy egyszerűen elbeszélünk egymás mellett, és jövünk mindenféle őrületes fantazmagóriával, vagy beszélgetésbe próbálunk valamit megfogni, de nem tudja megfogni a férfi a nőt, mert a nő meg átlát rajta. Közben a férfi is átlát rajta, hogy a nő miért viselkedik úgy, tehát, hogy ebből a szempontból is egy jó tapasztalás, hogy vajon mit gondolnak rólunk a férfiak, amikor velük beszélgetünk, és vice versa, mire kell odafigyelni. Aztán van olyan, amikor látunk egy olyan párt, aki sikertelen volt korábban. Ez a szerző szerint is a versenyző és a bébi például, ez a legkínosabban kell arra figyelni, hogy ne csúszunk át egy üres bohózatba, tehát egy rossz dologba, mert annyira fontos az, hogy sosem szabad szem elől veszíteni, hogy ha látunk két embert egy helyzetben, ebben a darabban, akkor ott mind a kettő nagyon erősen akar valamit a másiktól. Legyen az a szerelmnek bármilyen formája. De hogy valamit várunk egymástól, és folyamatosan egymást keressük. És ahogy a darabban elhangzik, hogy tulajdonképpen egész életünk során keresünk valakit, aztán megtaláljuk, hiszen ő a tökéletes a számunkra, aztán egy másik életet azzal töltünk, hogy megpróbáljuk őt megváltoztatni. Játék és nagyon nagy szeretet. Szerintem ez a legeslegelső, hogyha az ember ad magának teret, akkor újból gyermek lesz, és ezzel eljátszhadozhat ennek a tényével, az öregedéssel, a szerelemmel, a hősi jellemábrázolása, a hősiességgel akár. Olykor pizzafutárrá változik, olykor egyetemistává ismét, és apuka lesz majd. És ezt nem lehet szerintem máshogy csinálni, csak úgy, hogyha az ember hagy magának teret arra, hogy kielvezhesse ezeket a szituációkat. És hál' Istennek olyan szuper kollégáim vannak, hogy ugye nagy részüket már én régebbről is ismerem, és kifejezetten szeretek velük játszani, de hát az újonnan megismert kollégáknak is nagyon szépen köszönöm, hogy adtak erre teret és lehetőséget, hogy együtt tudjunk játszani jót. Zene. Igen, ezt, ahogy Kitti is mondta az előbb, hogy hallgatva nagyon fülbemászó, és nagyon könnyűnek tűnik. Amikor az ember leül és belenéz a kottába, akkor egyszer csak kap egy sokkot. Tényleg nagyon nehéz a zenészeknek is, meg nekünk is. Úgyhogy nagyon sok idő ment el arra, hogy csak ültünk a zongora mellett, és tanultuk a dalokat. Úgyhogy a színpadi részére ezért kevesebb idő jutott, de amit Gergő fogalmazott, tényleg a színészi rutin az ilyenkor bekapcsol, és összerakjuk, és segítjük egymást is. Úgyhogy tulajdonképpen egész meglepő módon készlettünk már, mint még azon túl is, hogy nagyon kevés időnk volt. Én azt gondolom, hogyha duplányi időnk lett volna, még akkor is lehet, hogy ugyanígy állnánk. Ilyenkor jön mindig az a gondolatom, hogy 4 hét alatt mindent meg lehet csinálni, csak össze kell kapnunk magunkat. Különleges kiállítás nyílt Sopronban Zuckermann Hédi moduláris origami remek műveiből. A kiállítással egy időben bemutatkozott a Szabadművész Alapítvány új galériája is, mely nem csak a feltörekvő művészeknek ad teret, hanem közösségi térként is funkcionál. 7 évvel ezelőtt egy internet keresés közben jött, és megláttam és megszerettem, és úgy gondoltam, hogy ezt ki kell próbálnom. És innen jött az origami, hogy ezzel foglalkoznom kell. Vannak elképzelések, vagy látok séta közben ikletet ad egy természeti kép, egy vonzódok a japán kultúra iránt, elég sok onnan ismeritek ötleteket. Hát ez változó, hogy milyen figura mennyi időbe, vagy egy alkotás mennyi időbe telik, ez attól is függ, hogy mennyit kell terveznem. De egy 1500 darabos szobrocska, az körülbelül 2-2,5 hónap alatt kész van.
tehát egy 7-8 ezer darabos kép is, amik látható itt a kiállításon, az már több 5-6 hónap is, mire elkészül a tervezettel együtt. Először is ugye maga a papírt azt A4-es papírról szabunk ki, tehát a méretét ki kell vágnom, a moduloknak a méretét, összeválogatom a színt, és elkezdem rakni a pávát egymásba, csúszhatom a tollakkal kezdem, majd a testét, a lábát, és mikor megvannak külön-külön az elemek, össze van rakva, akkor már csak össze toldom őket. Helyenként kell illeszteni és ragasztani is, hogy jobban tartson, erősebb legyen. Ami itt látható, ez 80%-a, ezt én terveztem, de mikor ezt az egészet elkezdtem, internetről szedtem le mintákat, onnan kaptam segítséget, hogy egyáltalán hogy épül föl ez a moduláris origami, hogy lehet szobrokat alkotni, és utána már nekem az volt a kihívás, hogy ne internetről szedjek le mintákat, hanem én magam tervezek, színeket én állítsam össze teljes mértékben saját ötlet alapján, és innentől kezdve én már nem az internetről szedem le, hanem jönne a ciklet és megalkotom. Szeretném itt megköszönni alapból azt a csodát, azt a találkozást, ami ért engem, hogy Cukerman Hédit és párját, Serényi Robertet megismerhettem, aki most úgy néz ki, hogy az alapítványt egy mérföldkőhöz juttatta ezzel az új kiállítása, galéria megnyitása, hogy itt egy állandó fix origami kiállítás látható, és az alapítványnak is teret kaptak. Egy külön kis teremben, ahol minden hónapban változó kiállításokkal készülünk. Minden hónapban lesz lehetőség és tér újabb és újabb tehetségeknek a bemutatkozásra. Készült továbbá a terveink közt vannak klasszikus zenei estek, irodalmi, prózai bemutatók, akár egy könyvbemutató, versfelolvasások, mindezek mellett szeretnénk még a hétköznapokban egy kis szint, egy kis közösséget kovácsolni itt kézműves foglalkozások terén tulajdonképpen. És hát ez egy nagy megtiszteltetés most számomra, és egy nagy feladat, amit most így tulajdonképpen rám bíztak. És hogy az alapítvány vezetése, és hogy jó magam, és az önkéntesek, a művészek, hogy egy folyamatos programmal, és mindig színes, változó eseményekkel mutatkozzon be. Ma például Csuka Mónika énekesnő viszi a színvonalat magasabbra nálunk, tehát hogy megadja a nívóját ennek az eseménynek, és nagyon szépen köszönjük neki, hogy csodálatos hangjával ezt a teret, és körbeüleli a csodálatos alkotásokat. Itt vagyunk a kis teremben, ahol láthatjuk, hogy mindenhol ki van helyezve a Szabad Művész Alapítvány művészeinek az alkotásai, és külön öröm szeretném megjegyezni, hogy a zenészek közül én lehetek az, aki elsőként megmutathatja a tehetségét, és a műsorommal színesebbé tehetem a mai megnyitót. Itt a Szabad Művész Alapítványnak a galéria részén az állandó kiállítás mellett tervezünk ugye több alkotónak a kiállítását, és ezen kívül kreatív foglalkozásokat, programokat is fogunk tervezni felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt. Én a magam részéről az újrahasznosítás jegyében inkább arra fogok törekedni, hogy eldobandó dolgokból vagy olyan dolgokból valami újat alkossunk, ami még tovább tudunk használni, de ezen kívül tényleg vegyes korosztály, tehát a kisgyermekkortól egészen a felnőttekig mindenki megtalálhatja magának azt a programot, azt a kreatív foglalkozást, amiben érvényesülni tud. Hazánkban egyedülálló módon működik Sopronban Vörös István Biliárd Múzeuma. Számos erekje található a gyűjteményében. A legrégebbi darabok egészen a 19. századig nyúlnak vissza. A lelki világomhoz mindig közel állt a két világháború közötti Magyarország és az osztrák-magyar monarchia időszaka. Elsősorban régi filmekből vettem példát, rengeteg filmben láttunk biliárdos jeleneteket. Gyönyörű, nemesen faragott, díszített asztalokról volt szó, és azt hiszem, hogy ez volt az első érintkezési pontom a biliárddal. Aztán később a főiskola évek alatt a kollégium kapott egy nagyon rossz, minden
vonatkozásban alkalmatlan biliárdasztalt, mégis ilyen első látásra szerelemnek bizonyult. Miután csóró gyerek voltam, a főiskolás évek után hosszú szünet következett, és amikor egy kis tőkét sikerült összeszereznem, akkor elhatároztam, hogy a szakmától teljesen eltérő módon egy biliárd kávéházat fogok összehozni Sopronban. Ez 1991-ben sikerült a legendás Liszt biliárdozóban, a Liszt Ferenc Művelődési Házban, és az 10 évig működött. Aki számított Sopronban, mindenki oda járt szórakozni, biliárdozni, sörözni, nagyon klassz társaságok alakultak ki. A kávéház magával hozta, hogy egyre több jó játékos termelődött ki ebben a klubban, és a 90-es években mondhatom, hogy mind csapatban, mind egyéniben többek voltunk, akik Sopron legnagyobb dicsőségére, bocsánat, hogy így mondom, de tényleg sikerre halmoztunk. Ez volt a második lépcső a biliárdos törekvéseimben. Ami az eredményeket illeti, csapatban Ausztriában többször megnyertük a bajnokságokat. A Bundesligában már csak azért nem engedtek bennünket indulni, mert addig az összes osztályban élen végeztünk, és azt mondták, hogy hát azért a Bundesligában mégse, mert hogy néz neki, hogyha egy soproni csapat megnyeri az osztrák Bundesligát. Úgyhogy ezek nagyon örömteli évek voltak. Egyéniben tiszteres magyar bajnok vagyok, és a legjobb pozíción 90-es évek közepén volt, ott 30. voltam a 100-as világranglistán, és megkaptam az év sportolója címet. Ezekre utólag büszke vagyok, illetve arra, hogy 50 éves Csipke Rózsika álom után én voltam az első, aki piros-fehér-zöld lobogó alatt és a magyar himnuszt hallgatva játszhattam Európa-bajnokságon. A törekvéseim nem hagytak nyugodni. Kávéház, sport. Gondolkoztam, mit lehetne még kihozni ebből a biliárd témából. Visszagondoltam azokra a régi filmekre, amiket úgy sokszor és örömmel néztem, és eszembe jutott, hogy ezeket a régi nemesveretű asztalokat, ha megpróbálnám a környezetembe felvásárolni, rendbe tenni, akkor egy szép biliárdgyűjteményt lehetne létrehozni. Nos, ez meg is valósult hosszú évek munkája során. A részben barátok, ismerősök, részben saját magam, utána jártam, kaptam egy információt, hogy itt-ott fellelhető egy régi, nagyon lepusztult állapotban lévő asztal. Nos, ezeket megvásároltam, és részben saját erőből, részben Bibutor asztal segítségével felújítottam ezeket. Sok érdekes sztori is fűződik ezekhez az asztalokhoz. Volt, amelyiket tyúkketrecként használtak, volt, amelyiket üveges műhelyben, üveget vágtak a palalapon, mert hogy a régi asztaloknál vagy pala, vagy mármánylapból állt az asztalnak a lapja, amire aztán ugye a posztó került. Volt egy olyan asztal is a tulajdonomban, amelyiken a világháború végén menekülő szálasi kormány utolsó biliárdpartit játszott itt Sopronban. Szóval mindegyik asztalomnak kikutattam az eredetét, történetét, érdekes anekdóták fűződnek mindehhez, és természetesen a biliárdasztalokon kívül elefántcsongolyó garnitúrák, régi bajnokok, faragott dákói, régi festmények, részkarcok, egyéb emlékek tartozékai ennek a biliárd múzeumnak, ami egyébként jelenleg harmadik a világon Bécs és Liverpool után. Ez volt az Egy heted, a Sopron Televízió csütörtökönként jelentkező magazinja. Adásainkat visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon és YouTube csatornánkon. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!